összejön ez az üzlet, akkor a következő polgármesternek arany élete lesz. Ezzel kezdte beszámolóját dr. Bálint József polgármester. A legutóbbi testületi ülésen a polgármesteri tájékoztató keretében jelentette be, komoly vevő jelentkezett a kalocsai reptérre. Nemrégiben egy Kínából érkezett delegáció tekintette meg a területet, szintén vételi szándékkal, azonban most más vevő tett ajánlatot. Közeljövőben Kalocsán nagy beruházást hajt végre. Ennek keretében vételi szándékunkat fejezzük ki, egyben ajánlatot teszünk a következőkre. A kalocsai reptér teljes területére, az egykori radarállomás területe, majd szolgáltatóház, ez csak fölmerült, tehát meg különös vissza kell hozni, és a reptér közvetlen közelében lévő ipari terület. Ez az, amit a motorosok használnak, az lett. Mellékelten csatolt banki igazolás alátámasztja, hogy nevezett beruházásra szükséges, ingatlanok vásárlásra szükséges fedezettel rendelkezünk, további ügyintézés során is számítunk segítő közreműködésre. A polgármester elmondta, az érintett további két polgármesterrel felvette a kapcsolatot, és elindította az egyeztetést az esetleges eladásról, ugyanis a reptér nagy százaléka Uszód, illetve Fogtő tulajdonában áll. Kalocsának a 420 hektárból csupán 24 hektár tulajdona van. Kértem a két önkormányzati vezető polgármestert jöjjenek be. Egyrészt azonosítanunk kell a kerületeket, mert ott partizánkodtak sajnos. Nekem most derült ki, hogy egy kalocsai személynek adtak el 8 hektár földet az Uszódia, ami érinti ezt a területet. Tehát ezeket helyre kell rakni. A polgármester elmondta, a napokban egy másik kínai delegáció is ismételten személyesen megtekinteni a területet, azonban a komoly vevői ajánlat miatt nem fogadja őket. A most ajánlatot tett cég logisztikai központot hozna létre a területen. A polgármester hangsúlyozta, további ajánlatokat is várnak, ugyanis a legkedvezőbbet fogják elfogadni. A most tett ajánlatról az egyeztetések megkezdődtek.